Krisztus feltámadását ünnepli ma a keresztény egyház. Ennek örömére gyűltek össze a hívek a szabadkai Szent Terész székesegyházban. A misét a szabadkai megyés püspök celebrálta. Pénzes János prédikációjában elmondta, a hit megtapasztalása gazdagabbá teszi az emberek életét, a megmagyarázhatatlan eseményeket azonban sokan a sorsnak vagy a szerencsének tudják be, és csak kevesen kötik Istenhez. A tudatlanság és hazugság sötétsége a legrosszabb. Akik a sötétben tapogatóznak, nem tudják felismerni a valóságot, tette hozzá a megyés püspök. A kétségbeesés, az ellenséges érzések és gyűlölet az embereket a gyötrődés vermébe vetik. Az ember azt gondolja, hogy nincs ebből kiút. Elnyomja, és lélegzetét is elveszi. Ez az igazi sötétség. Ez a gonoszság mélysége. Jézus azonban azért jött, hogy megvilágosítsa az ember szavai és feltámadása által. A szentmise közepén a hagyományos szentmiséghez hasonlóan a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé vált. Ezzel az egyház folytatja azt, amit Jézus a szenvedése előestéjén tett. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Az áldozást követően a püspök megáldotta a híveket. Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Amen. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Az első keresztény gyülekezetek is azért jöttek létre, hogy Jézus feltámadásáért hálát mondjanak.